Na jó, és én szerintem már összepakoltam eléggé sok cuccot. Készen állsz, hogy menjünk, vagy nem tudom? Természetesen készen állok. És hát várjál, hova megyünk? Nagyon távolra? Vagy nem tudom, én nekem nincsen olyan kedvem menni sehova. Nincsen kedved jönni? De ti meg azt mondod, hogy van kedved. Nincsen, nem tudom, eszembe jutott, hogy itthon így tudok aludni, így bárhol itt a földön. Nagyon szeretem ezt a házat, inkább menj egyedül, jó? Hát jó, oké, de akkor vigyázz magadra, meg minden, és vigyázz házra, ne csinálj ide ilyen kutyabulikat, meg ilyeneket. Oké, a kutyabuli az úgy is az ő házukba szokott lenni, na mindegy, szia! Jó van, szia! Na és látszok, most jön az a rész, hogy mivel én kis vagyok, a legnagyobb troll a világon, az előző videóban már megtudhattátok, hogy követjük Danit, hogy mégis hova megy. Csak nem kéne, hogy meglásson minket. Így. És amúgy, hogyha tetszik a videó, akkor nyugodtan nyomjatok egy lájkot, és egy lájk az egy simogatás. Kíváncsi vagyok, hogy ahova megy, ott milyen a kaja, mert hát nyilván kifogom próbálni az összes ételt, bármilyen úton, ha el kell vennem, elveszem, ha el kell kérnem, elkérnem. A lényeg az, hogy az összes húst meg fogom enni, ami ott abban a nyaralóban van, szóval szegény Daninak nem marad majd étel, de legalább hamarabb hazajön, és akkor eljátszuk, hogy jaj, hát én végig itt voltam, én nagyon jó kutya voltam, én végig házat őriztem, ott se voltam a faluval, se tudom, hova mentél. Na, az a baj, nagyon nagy erőfölényben van, vagy nem tudom, túlságosan gyorsan megy. Aj, mégiscsak én vagyok a kutya, érjen már túl, mert az nem lenne jó, hogyha ő itt engem lehagyna. Jaj. Jó. De szép itt a kilátás, már kezdünk érkezni. Belók egy húst a halaknak, miért ne? Húst a halaknak? Hol a hús? Van egy húsunk, ez jó lesz az útra, mert nem tudom mennyire messze megy. Bár gyalog indultál, szóval gyanítom, hogy nem annyira messze, de... Mennyire jártával, Jézusom már a... Óhó, itt egy falu. Ebbe jöhetett vajon? Nem tudom, srácok, írjátok meg kommentben, hogy szerintetek ez a... Aha. Végre megérkeztünk, nagyon király. Megérkeztünk, hát jó, oké, én addig széjjel nézek, hogy... Mit kell... Azok mik? Eladó. Ott a piac, jó, akkor játsszuk el a kutyát. Szagolgatom a ládát, wuff. Mi ez a hangos kutya ordibálás, mert nem hiszem el. Jó, oké, szereztünk ilyen fejet. Ide jöttem nyaralni, és mindenhol kutyák vannak, és ezt kell hallgatnom, ott is, otthon is mindig ordibálk is. Kutya ordibálás, ezt hogy hallotta meg azért annyira? Nem is volt hangos, Jézusom. Ott volt egy kutya, wow. Oké, jó van. Gyorsan szedek magamnak egy szettet, nem érdekel. Hú, lesz a bőrszet is. Szerencsére meg vannak a kapcsolatok. Jó, menjünk oda hozzá, és kérdezzük meg, hogy mit csinál itt, és hogy tuti, hogy ő egy bűnöző, és akkor gyanúsítsuk meg. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön egy bűnöző, nem? Bűnöző? Nem vagy bűnöző. Elnézést, azt hittem, hogy az ilyen kékpólósok, azok mind bűnözők. Tudja mit, hogyha ad nekem 10 húst, akkor nem jelentem fel a rendőrségen. De nem vagyok bűnöző, nem követtem el semmit, én csak nyaralni jöttem. Nem érdekel, adjon húsit, tudja, adomány. Milyen jótékony szervezetek vagyunk. Oké, jól van, hát nincsen nekem se túl sok kajam, de hát parancsolnak, hogy itt van 10 hús. Köszönöm szépen, támogatja a, hogy el akarom mondani az afrikaiakat, viszontlátásra mégse bűnöző. Viszlát, oké. Srácok, itt a húsvő. Oké, a kaja megvan, kicsit lehúztuk a kajáját, ezek nem is kellenek. És amúgy nekem van egy ilyen botom, meg egy ilyen botom, és ezzel tudom állítgatni a napszakokat, szóval... Hoppá, véletlenül este lett! Jézusom, jaj. Hogy lett ilyen gyorsan este? Nem érti, hát ez nagyon jó. Nem, hát pedig pont fürdeni akartam, hát jó, mindegy, akkor menjünk aludni. Fürdeni akart? Hol akart ez fürdeni? Meg kéne keresni gyorsan a házát. Jézusom. Oké, csináljunk nappal. Hogy lett ilyen gyorsan reggel?
Közben kell nekünk egy kis szivacs, illetve láva, hogyha esetleg elmenne fürdeni, akkor... Na jó, van, fürdjünk. Tudja, fürdeni. Legyen este, hogy kimenjen a vízből. Na, miért van megint este? Oké, kimegy a vízből. Mit tettek a napszak? Na jó, akkor megyek aludni. Ez az. Oké, nappal van hirtelen. Mi van itt? Jézusom. Hogy megint nappal? Jézusom, mi itt van valami creeper. Oké. Menjen fürdeni. Ez az. Miért lett a vízből láva? Jézusom, oké. Oké, nem tudja, mi van. Szerencsére. Lehet, hogy kamu. Ne, szereg láva. Jézusom, szegény. Jó, ezért megvédem a házát majd egy órára. Mert egy kicsit megszivattam szegényt. Meg ezért mondjuk egyel kevesebb vacsorát kérek majd. Jaj. Jó, oké, túlélte. Oké, az ott a háza. Már látjuk, hogy hol a háza. Mics... Az... Ott egy... Hú. What? Na jó van. Az az eladó valahogy zombi lett. Fogalmam sincsen, hogy ne is kérdezzétek. Gyorsan még lopok egy kis fejet. Így tőle kellett, nem? Tőle. Köszönöm szépen! Jó, nem tudom, hogy nem veszik észre, ezek süketek, vagy nem tudom. Oké, gyorsan, ezzel már voltunk, akkor legyünk vasszedben, az nem olyan feltűnő talán. És szemtelenkedjünk be a házába, és esetleg romboljunk, nézzünk körül, hogy el lehet-e valamit lopni, meg ilyesmi. Oké, az a nagy tetői volt az ő háza. Érzem a szagát. Ott mit csinál? Jézusom, Oké, lopakodjunk, srácok. Menj, ez az, kimegy a háza. Mit épít? Mit épít? Nem tudom, de... Ott egy láda. Kires a láda. Jó, gyorsan menjünk fel. Oké, menjünk le. Én beszeretnék ásni. Így alá. Hol az ágy? Itt az ágy. Itt van az ágy. Ide akar a föld alá. Így essen be így ide. Házat visszaépítjük. És nekem annyi lesz a dolgom, hogy... Csak ide jövök, és... Ezt a kettőt is itt kiüthetem, és akkor csak kiütöm az ágyat. Ez az. Na jó, azt mondtam, menjünk haza. Akkor legyen este, és akkor aludni fog. Ez az. Jó, Istenem, ez. Már megint este van? Jézusom! Megvettem a piacon az összes kaját, wow. Micsoda? Na várj! Hát, hogyha kis itt lenne, annak most én örülne. Na jó, mindenre rakjuk. Most komolyan? Na jó van, szerintem akkor jó éjszakát. Ez mi? Mi van itt? Oké, gyorsan lopjuk el az összes kaját, ez az. Oké. Jásott ide a házam alá! Elloptuk az összes kajáját, nagyon, ez nagyon-nagyon tetszik. Itt? És el is tüntethetjük, én újra kutya vagyok. Hova tűnt az ágyam? Hova tűnt a kajám? Jézusom, szegény Danikának eltűnt a kajája, nem is tudom, hogy hova veszhetett. Talán kisnél van, de na nem jó, van. Tudom. Elegem van. Nagyon elegem van, inkább hazamegyek, meg lehet a szanyarlást. Jézusom. Ott van valaki! Jézusom, Jézusom, uff, én vagyok, csak megnéztem, hogy jól vagy-e, mert annyira váltakoztak a napszakok, hogy nem is tudom. Ez a teművel volt megint? Hát szerettem a kaját, és hát gondoltam, hogy rakni fog szaládádba. Ez csak egy darab volt? Jó, krumplit úgyse szeretem, azt dobhatod, azt nem. Nem! Ne! Jó, nyugi. Aztán majd beleugrasz. Na jó, most utána jöttél és megint megtrollkodtál? Ezek szerint átlátod a helyzetet, de azért megkérem a nézőket, hogy együttérzésként azért vegyenek egy Danis terméket, mert
mert már másodjára lettél megszivatva. Ha-ha-ha. Oké, jól van. Oké, hát nagyon úgy tűnik, hogy a következő videóban nekem kell téged megszivatni akkor ezek szerint. Nem. Engem nem kell visszaszivatni, csak én szivathatok. Hogy a kajákat fogom előtte égetni. Azt nem hiszem, mivel én elzártam a világ összes láva folyását, hé! Ez bűncselekmény, azt ugye tudod, a kajáknak is van lelke. Nem bűncselekmény. Oké, gyorsan, vegyük be az egészet. Szóval, ezt is videóra vetted? Természetesen, de... Hallod, elfoglalod a Dani Kalandok csatornámat, el akarod? Igazából nem a szándékom van, de hogyha trollkodni kell téged, akkor természetesen felveszem, és én annyiszor trollkodlak meg, amennyiszer csak lehet. Szóval... Ha látom a Dani Kalandok csatornát, akkor ez sajnos mellékhatás. Na de srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és vegyetek Danis termékeket, meg ilyesmi, és nyomjátok be a csengőt, hogy ne maradjatok le a legújabb videókról. Sziasztok! Sziasztok!